Sácsubi csőtészta csokoládé és traktorkerék üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy Farming Simulator 15. Gondolom a helyszín az mindenkinek ismerős, itt vagyunk az alsóillaki MGTS kapujában. Viszont van nekünk egy olyan alcímünk, hogy 1 milliárd eurós kihívás. Lehet, hogy erről ezért egy-két szóba fogok beszélni, mielőtt elkezdenénk a videót, mert nem biztos, hogy mindenki látta a bejelentő videót. 1 milliárd eurós kihívás. Gondolom ez igazából már levágós mindenkinek, hogy arról fog szólni ez a kis történetünk, hogy 1 milliárd eurót fogunk elérni ezen a mapon, akkor van vége ennek a sorozatnak. De fejeljük meg az egészet még annyival, hogy a járművek, amiket megvehetek, azok csak modolt járművek, csak modolt retro járművek, és ezeket a járműveket én extrém módon túlárazom. Tehát nem az lesz, hogy mondjuk egy Rábos Tiger 10.000 euróba kerül, hanem mondjuk vegyük a Rábos Tiger példáját, 250.000 euróba kerül. Na, meg is mutatom nektek igazából, milyen járműveket raktam be a teljesség igénye nélkül, mivel folyamatosan fogom bepakolni az olyan járműveket, amikre szükségünk lehet. Nyomjunk egy P-t, és akkor meg is mutatom, milyen modolt járművek, és igazából nem is a modolt járművekről akarok leginkább mutatni itt infókat, mert ezeket ismeritek, hanem azt, hogy mennyire extrém módon árasztam túl ezeket a gépeket azért, hogy ne legyen könnyű a játék. Inkább mondhatni, hogy extrém hard, extrém nehéz legyen. Nézzük a traktorokat. K701-es 200.000. MTZ80 kis fülkés 100.000. Rábas Tiger 250 250.000. Rábas Tiger 250 dupla kerekes 260.000. Egy UTB 650 70.000. Hát így már gondolom levágós mindenkinek az, hogy itt már igazából meg kell gondolnod, hogy mit veszel. Mert nem arról fog szólni a játék, hogy mondjuk 12.000 bekerül egy rába, és ugye az első nap veszel be a tizet, és akkor úgy dolgozol vele, mint a kis angyal. Itt meg kell gondolnod, hogy mit veszel. Rábas Tigert, veszel-e egy kis fülkéset 100.000-ért, veszel-e egy pótkocsit, és a pótkocsik és a munkaeszközök is ugyan egyére lesznek túlárazva. Na, mutatom tovább. Teherautó. Egy ifa 100.000 euró, gyerekek. Szerintem az... Ennek így kell lennie ennek a játéknak, nem úgy kell lennie ennek a játéknak, hogy gyakorlatilag már az első két óra játékidő után megvehesd a fél gépparkot, amit akarsz magadnak. Egy kamaz, ami csak nyerges, tehát 180.000-be kerül, ami utána még nincs pót. Tehát a pótot még ezen kívül meg kell venned. Mutatom a betakarító eszközöket. Klassz Dominator 108 SL 200.000, Forsyth E512 100.000. Szóval még egy nyomorult forsítet is, hogyha meg akarsz venni, 100.000 eurót kell kipengetned, ami mindjárt egy kicsit magával vonza azt, hogy lehet, hogy jobban meg kell gondolnod igazából, hogy megveszed-e. Aratószerkezeteket nem árasztam túl, mert arra gondoltam, úgyis a kombájnok, hogyha drágák, akkor az aratószerkezetet akkor már teljesen felesleges túláraznom, mert úgyis egy aratószerkezettel kombáj nélkül nem fogsz ratni. Billenőkocsik. A legszarabb 5580 literes 50.000, HV80 pótkocsi 90.000, SAP 95-17-es, ami 40.000 kapacitás, és ugye ez a Krasszra kellene, ez 90.000. Tehát, hogyha a Krasszt meg akarod venni, 180.000 meg 90.000-be kerül, 270.000 eurót kell csengetned azért, hogy normálisan tud hordani a szemet. Vagy amit éppen akarsz. Jó, vágjunk bele a lecsóba, igazából folyamatosan kerülnek be majd a modok, mondhattok tippeket, meg igazából majd a gameplay alatt folyamatosan fogok erről beszélni, hogy nagyon sok tippet várnék, írjatok folyamatosan, hallgassátok meg, amit mondok, felvetek különböző ötleteket, hogy mégis hogy szerezhetnénk sok pénzt, és írjátok meg, hogy szerintetek melyik a megvalósítható. Meg közben modokat is írhattok, hogy miket rakjak be. Modokat ne küldjetek, mert úgyis ki fogok választani olyan modot, amelyik jól működik, és ugye én ezt át fogom árazni, tehát nem, semmiképp nem úgy fog bekerülni, hogy mondjuk 5000-be kerül egy traktor. Jó, váljunk bele a lecsóba. Kapásból meg is mutatom, hogy milyen járműveink vannak. Ja, munkaeszközök még nem kerültek be. Azért nem kerültek be munkaeszközök, mert az első nap valószínűleg nem fogunk munkaeszközöket használni, mert aratni fogunk, mert ugye van nekünk 19.998 pénzünk, amiből gondolhatjátok, hogy mivel láttátok az árakat, hogy semmit nem lehet venni, azt csak azért raktam be, mivel benn van a sérülés mod és a TMK mod a játékban, tehát még ráadásul nehezítésképpen sérülnek a járművek, tehát hogyha összetörjük a járműveket, akkor javítani kell. Beraktam egy 80-as MTZ-t magunknak, egy nagyon kicsi pótkocsit, egy 5580
litereset, meg egy forsít kombájt. Igazából ezzel kell gazdálkodnunk, és én bele is vágok a lecsóba kapásból, mert úgy gondolom, egy picit annyit hadd nézzek, gyerekek. Az a baj, megmondom őszintén, most ventik is egyet, hogy a játék hangerő az nem tudom mennyire nem merem feljebb rakni, jó? Úgyhogy ez így lesz. Ja, azon kívül még mondom majd, hogy milyen modok vannak benne. Vannak benne scriptek. Van benne például ugye a sérülés mód. Van benne ugye a mod, amelyik ugye mutatja, hogy mennyire van tele a jármű. Például boltkocsi, combine. Beraktam az autó combine módot, beraktam az autó traktor módot. Azt azért raktam be, mert igazából azért ne az legyen, hogy igazából single playerben fogom ezt játszani. Mindenképp single playerben ne is kérdezzétek, hogy jöhettek-e. Ez nekem egy challenge. Ne az legyen, hogy itt mondjuk 18-an vagyunk, és akkor megcsináljuk, hanem az, hogy Keeper meg tudja gyakorlatilag mondhatni, hogy végig tudja-e Keeper csapatni ezt a mapot. Mert igazából az arról fog szólni, hogy végig tudom-e vinni. Mert hogyha 1 milliárd eurót ezen a mapon ilyen járművekkel összecsapsz, akkor szerintem mondhatni, hogy idézőjelesen kijátszottam a játékot. Várjatok egy pillanatra, van autókombájnunk, és azt szerintem be is fogom csapni, kapcsolni. Jobbra fordul, oké, okay. Autó, yes, oké. Okay. Jó van, srácok, ez arasson. Hát egy kicsit lehet, hogy hangos, remélem nem annyira túlzottan. Arasson, mi meg már kapásból megyünk is az MTZ-vel. És ugye kiáruljuk a silóba lévő cuccot. Ja, még egy nagyon fontos, mert lehet, hogy már írtátok is, hogy vegyek fel hitelt. Hitelt nem vehetünk fel. Oké? Okay? Úgyhogy ez a nehezítés. Ennyi pénzzel kezdünk. Irtózatosan drágák a járművek, és nem vehetünk fel hitelt. Ezt így állítottam be, ezt így összeraktam magamnak. Én úgy gondolom, hogy ez így jó lesz. Tényleg remélem mindenkinek bejövős ez az egész. Most gondoljátok azt, hogy jaj, hát Keeper, hát miért nem aratsz, meg nem olyan autentikus, ez igazából autentikus, mert igazából egy termelőszövetkezetnek az lenne a célja, hogy pénzt termeljük, és ugye mi fogunk is pénzt termelni. A drágább dolgok, Keeper reket egy kicsit, meg sokat beszél, úgyhogy a drágább dolgokat megpróbáljuk eladni nagyon gyorsan. Hát a gyorsaság az ugye abból fog adódni, hogy ez a traktor ez kemény 33-mal tud veretni, meg ugye 80 paci, meg ráadásul 5580 literes ez a pót. Közben meggondoljuk egyébként, hogy mit vegyünk. Ugye mit kellene venni. Úgyhogy ezt is át kellene gondolnunk. Ami szerintem így kapásból fontos. Ugye ezen a mapon, mutatom a mapot, ezen a mapon minden föld a miénk. Tehát nagyon sok olyan rész van, amelyiket már le lehet arakni. Nagyon sok olyan rész van, ahol napraforgó és kukorica van. Napraforgó adapter kellene, kukorica adapter kellene. Viszont az első kérdés akkor felétek, kapásból, meg kell nézni egyébként, hogy hol veszik legjobban a izét. Repcé. Mit hoztam? Repcét hoztam, gyerekek, egyáltalán? Azt hoztam, ugye? 7600 Kelemen Roland, a Kelemen Roland az meg azt hiszem, az meg a baloldali, jó. Igen, repcét hoztam. Na, akkor mit csináljunk a kukoricával? Érdemes-e állatot tartani? Pörgetni az időt nem fogom, mert ugye akkor ennyi erővel lerakható tárgyakat tudnék folyamatosan venni, amik pénzt termelnek, például van a szélerőmű, amelyik ugye X összeget termel X óránként, akkor nem azt akarom csinálni, hogy mondjuk veszek olyanokat, és akkor itt pörgetjük az időt, és akkor folyamatosan feltárik, amíg el nem érjük az 1 milliárd eurót, hanem dolgozni akarok vele. Tehát nem, ilyen úgymond ilyen játék technikai kis, nem bug, mert nem bug, de ilyen előnyöket nem akarok szerezni, hanem tényleg az a lényeg, hogy melóból jöjjön össze ez a pénz. És ugye viszont az állattartással is az a gond, főleg ugye a tehén, hogy ott is ugye akkor azt hiszem, hogyha leadod a tejet ugye X vagy naponként egyszer, akkor kapsz érte pénzt. Én meg nem tudom, hogy vagy esetleg olyan állatot tartani, amiből máshogy jönne a pénz, értitek? Valamit így dobjatok, valami infót, hogy ez hogy lenne jó. Elvileg valahol itt kell üríteni, álljál meg. Na, more. Nehogy már ne üríts. Ez a Kelemen Roland, ugye? Remélem. Veszi, jó van. Veszi. Egy ilyen fordulónk. Várjatok a búza.
Mi az, hogy befejezve álljatok meg? Ez mit csinál? Érdekes, ez, valamit elcsesztem, vajon? Jó, lehet, hogy valamit én csesztem el. Ja. Azt nézem, ugye ott bal oldalt fenn látható, ugye, hogy mennyire van megtelve, hogy dolgozik-e. Azt azért csináltam. Ugye azt a modot azért raktam be mindenképpen, hogy legyen valami, amiből tudom, hogy hogy vannak megtelve a kombányok, ne az legyen, hogy mindig tabolgatni kelljen fölöslegesen. Az igazából időveszteség. Na, ugye mit vegyünk? Mit vegyünk? Ezt kellene nekünk kitalálni. Ja, meg még egy szabály itt a játékkal kapcsolatban. Nem lesz az, hogy itt én keresztbe hosszába megyek a földeken. Viszonylag. És nem azt mondom, hogy nem fogok rámenni. Nincs letaposásmód, de nem azt jelenti, hogy nem fogok rámenni különböző földekre. De nem az van, hogy torony irány fogunk közlekedni. Autentikusan fogunk játszani, sokat belső életbe. Nem használunk ki minden olyan dolgot, ami nem valósághű, úgymond. Jó, most indexelni nem fogok, hogy ide levegyek. Jaj, várjatok. Ez külső nézetbe meg, oda nézed meg. Ez az MTZ mód, ez mindig is tetszett. Ez tetszik. Nagyon jó. Jó van, gyerekek. Nagyon adja. Olyan szépen mozog. Jaj, Sanyi. Veretjük, gyerekek, 32-vel megyünk a főres útra. Jaj, itt volt valami. Hopp. A Billia, ott bal oldalt alul van egyébként a damage indikátor, vagyis a kijelzésünk. Jó, forsítunk, úgy látom, hogy arat. 21% gyerekek, úgyhogy akkor viszünk még egy fordulót, jó? Viszünk még egy fordulót eladásra. Először valószínűleg, hogy eladunk mindent. Mármint nem fogunk behordani ilyen silóba semmit. De később előfordul az, hogy szerintem, hogy be fogunk pakolni magunknak cuccokat. Azért, hogy, vagyis kabolát el fogunk raktározni. Hogy esetleg akkor azt kell csinálni, hogy nézzük az árakat. De egyelőre még kellene gépek, kellene az, hogy minél. Az a lényeg, hogy most érjük el azt a szintet, ahol folyamatosan tudunk dolgoztatni, esetleg több földön, több kombájnnal. És még egyszer azt elmondanám, hogy igen, fogok én is dolgozni. Szóval nem kell attól megijedni, hogy most itt ez egy ilyen őrült hajsza lesz. Itt a legelején az, mert azt akarok egy kicsit fejlődni. Az, hogy tényleg hozzon pénzt. Elég jó pénzt ugye naponta tudjunk keresni, mert különben ha nem keresünk naponta sok pénzt, akkor az 1 milliárd euró ez borzalmasan sokáig fog tartani. Ami nem probléma természetesen, de egyébként ugye, hogyha több gépet vennénk, és többet tudnánk dolgozni, nagyobb gépeket vennénk, ugye később rakok be nagyobb gépeket is. Mármint úgy értem, nagyobb gépeket, esetleg nagyobb vágóasztalt, nagyobb kombájn, több kombájn tudnánk venni ugye, akkor gyorsabban termelnénk a pénzt. Na, a kukoricára írjatok valami, gyerekek, mit csináljunk a kukoricával? Bunker silóba bedaráljuk el. Csak akkor ugye valószínűleg azt nem tudjuk automatizálni, azt nekünk kell. Vagy pedig magként eladás. Ez a kettő opció van, ezt erre írjatok mindenképp megoldást. Na, viszont gondolkozzunk, mit kéne venni, még mindig ugyanott tartunk. Először is, hogyha például vennénk egy szállítójárművet, akkor ugye mondjuk egy ifát. Első opció, veszünk egy ifát. Mi az előnye? Mindennek meg kell, ilyenkor ugye, hogy ilyen drágák a gépek, az eszközök, így meg kell gondolnunk, hogy mit érdemes venni. Ha vennénk egy ifát, akkor ugye már is jóval több szemet tudnék hordani gyorsabban, mivel ugye a pótkocsin be tudnám kötni még az ifa után, és még a platón is tudnám vinni a szemet, és ráadásul felszabadulna a 82-es MTZ, amivel lehetne más dolgozni, esetleg ugye lehetne kultiválni, verni, vagy bármi. Ja, még egy dolog. Nagyon gyorsan ebben a részben el akarom darálni a szabályokat, hogy mindenki értse, remélem, hogy... Ezt bevettem. Hogy mindenki értse, és remélem, hogy nem kell sokszor elmondanom majd, mert biztos lesznek újan érkezők, azoknak azért valószínű, hogy el kell. Nem lesz az, hogy olyan vetőt veszünk, ami egyből kultizik. Nem, olyat nem fogunk venni, mert az nem. Legyen tárcsázás, legyen vetés, gyerekek. Magyar paraszt nem szokott, főleg nem a TS korszakban úgy csinálni, hogy belevet a tarlóba. Úgyhogy ezt így el lehet felejteni. Szántást az valószínű, ki fogjuk hagyni, nem fogunk szántani, mert nem, egyszerűen nem fogunk szántani. Esetleg összeszántások, fogunk majd optimalizálni a területeken, szóval
Szóval próbálunk majd optimalizálni, de nem az lesz, hogy izé. Például itt is van két terület egymás mellett, látjátok ott egy nagyon kis szűk izével elválasztva. Esetleg a fákat kicsapod a közepéről, meg a harmadik területet is végig ugye össze tudod szántani. Azt lehet, hogy fogjuk csinálni, de azt én amondó vagyok, hogy lehet, hogy rábával is egy baszott nagy, nagyon nagy izével, ekével. Igen, jó van srácok. Akkor ugye ott tartottunk, hogy ugye, hogyha vennék egy ifát, az alapjáraton nem lenne rossz. A gyerekek nem, várjál meg. Hány százalék, még csak 30%, és megint befejezvét ír, de miért? Azért bazza, mert miért nem, várjál, miért nem fordultál el? Mondjad meg. Elfordult ez ott, csak igen, bele. Itt a szélébe lesz, hogy csak, ja, nem törte össze, jó. Egyébként csak itt a szélébe lesznek valószínűleg itt gondok. Mert nem tud elfordulni ezeken a kicsi, nem kicsi földeken, hanem közel vannak a fák. Nem fog tudni elfordulni a gép. De hogyha beljebb jár, akkor már jobb lesz ugye a gép munkás. Szóval, igen. Ifa. Az ifa nem lenne egy rossz megoldás, a traktor felszabadulna, meg még dupla ennyit tudnánk hordani. És az ifa csak 100 000. 100 000-be kerül, ami szerintem nem rossz ár. Ja, még mindig kevés van benne. Mivel megint megakadt, 37%, úgyhogy még egy fordulót el tudunk vinni. És igen, és megnézzük, mit érdemes vetni. Minden, azt tippeket írjatok gyerekek, hogy mit érdemes vetni, hogy érdemes csinálni. Ja, most megláttam ott a műtrágyát, meg ugye a trágyázás, permetezés. Ezt én fogom eldönteni. Lehet, de nem kötelező. Ugye igazából, hogyha nem permetezel, nem trágyázol, akkor ugye magaddal cseszel ki, mert nem lesz olyan hozamod, úgyhogy ha permetezek, trágyázok, nagyobb hozamom lesz, több időbe telik, de valószínűleg mindent meg fogjuk próbálni trágyázás nélkül is, meg fogjuk próbálni. Vagy ha éppen úgy van időm, hogy tudok trágyázni, tudok permetezni, akkor csináljuk, hogyha nagyon sürget az idő például valamivel, akkor lehet, hogy kiadjuk, úgyhogy ezek így fognak működni. Most tényleg megpróbálom itt az alapokat, meg ezeket elhadarni nektek, hogy így vágjátok, hogy miről van szó. Amiközben ugye termeljük a pénzt, mint a bolondok. Mert messze van még az 1 milliárd euró. Igen. A cél akkor az a lényeg, ott jobb oldal felül ki legyen kiírva, hogy 1 milliárd euró. Akkor az megtörténik, akkor mi mondjuk úgy letehetjük a lantot, az a cél. Nem tudom hány részbe fog telleni, nem tudom mennyi időbe fog telleni. Valószínűleg én úgy tervezem, de ez nem biztos. Úgy tervezem. Tényleg azt szeretném, hogy minden másnap lenne belőle egy rész. És akkor így végig tudnátok követni. Kicsit megpróbálom tényleg úgy, hogy rendszeresen. Nem is az hogy sűrűn, nem kell, hogy sűrűn legyen. Csak rendszeresen, mert mindig az volt a probléma a csatornám, hogy tök full rendszertelenül volt. Kihagyás egy hónap, kihagyás két hét. És amikor már belelendültetek, hogy van egy projekt, csináljuk mondjuk. Csírózunk éppen, azt már két hétig utána nincs semmi, vagy még tovább, vagy két hónapig, az meg, hogy kicsit... Én is tudom pontosan, hogy az nem egy kellemes dolog. Egyébként mi a szar az a telefonfülke? Álljál meg! Mi az a telefonfülke? Kit lehet fölhívni most, more? Hát visszafele megállok. Hát én nem emlékszem, hogy lehetett telefonálni. Vagy mi? Kit lehet fölhívni? 911? Vagy mi a szar? Láttátok, volt egy telefonfülke? Ezt meg lesz, gyerekek. De Mari még mindig itt van a jövőben, ott majd meg... Csöcsös Marit majd egy kicsit. Elkapjuk. Jó, 51 000, ugye lassan meg lesz a zifának az ára, hogyha esetleg arra szeretnénk menni. És tényleg tippeket, ötleteket folyamatosan gyerekek. Mert én abból fogok építkezni, és rengeteg ötletet fel fogok használni. És aki baromi jó ötletet írsz, akkor úgy fogom felhasználni az ötletedet, hogy azt be is mondom a nevedet. És meg is köszönöm videóba, hogy okay, király voltál, Kovács Józsi azt mondta, hogy meg kell fejni a kecskét, és attól leszünk gazdagok, hogyha ez bejön, akkor... Meg tényleg igazából el lehet dönteni, hogy mennyire jó egy ötlet szerintem azon kívül, vagy attól... Már az előtt is, hogy kipróbálnánk, na. Mert ugye nem biztos, hogy lehet, hogy nekem is van egy ötletem, ami tudom, hogy tök jó. De ugye lehet, hogy nem jut eszembe, és akkor mondjuk valamelyik ötök. Mondja, hány, mennyi van? 78%, megyünk a földre, gyerekek.
Ugye itt minden föld a miénk, ugye azt nem győzöm elmondani. Szóval itt... Igen, búzát aratunk. Hát az volt a legközelebbi föld, úgymond, amelyik így nagyobbnak tűnik. Úgyhogy ezért is álltam neki annak. Jó, ez... Aja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 j
ki annyira marhára jót. Ahogy nézem, azért vannak baj. Jaj, gyerekek, igen. Nem tudom, hol sebződött, nem mentem neki semminek, arra azért próbálok kínosan ügyelni. Hol megy a izénk? Hát ez itt fog jönni. Ja nem, itt megy, jó, akkor menjünk erre. Hú, egyébként nekem még mindig ez a farming simulator 15 valamiért annyira brutálisan tetszik. Ez, akármennyire is fejleszték a grafikát, valahogy mégis ez tűnik a legreálisabbnak. Nem tudom miért. Talán a mat színek, meg ezek a pasztel színek miatt. Nem az a csillivili ragyog, mint a Salomon töke dolog van, hanem nem kicsit ilyen, hát ez nagyon, meg nem tudom miért, gyerekek, valahogy a gépek mozgása, meg valamiért nekem nem tűnik annyira műnek. Nem tűnik, igen, ez a jó szó. Nem, vagy jó kifejezés, nem tűnik műnek. Valahogy, hát ez itt a szénál, szalmában ott a nézőjön kipróbik. Na hát, igen. Gondolom itt egyből gondoljátok, hogy hát, Keeper, várjátok, rá kéne nézem a mapra, mert látom mellettük is van egy föld. És egy baromi nagy, ott túloldalán, látjátok? Azt, annak is neki lehet állni. Csak ugye az a baj, hogy ez a pici Forsyth Combine-nál 5.12-es vagy hányas, hát itt E5.12-vel, hát szerintem itt megőszülünk, amire ezeket learatja, ezeket a földeket. Úgyhogy nem biztos, hogy nem a Combine-ra érdemes lenne gyűjteni, klasszra. Ugye csak az meg ugye 200 ezerbe fájna. Jaj, de hangos! De hangos! A tempomatot beállítjuk izére, 10 körülre. Ennyibe megy ez? 10-re, ugye? Utamorra jóval inkább megyek mellette, mert amire belövöm a tempomatot, ne vegy a nap. Sikerült. Ez a baj, itt elkezd tolatgatni. Jaj, more, állj meg! Ja. Jó van. Hát, marad benne, hogy rohadjon meg. Ha mindegy, megyünk akkor vele. Egyébként ez az auto combine mód iszonyatosan jó. Ezt mindenképpen érdemes felrakni, hát. Mindjárt mondom. Ja, mondom, csak nagyon hangos ez a combine. Ez az auto combine mód, ez atom egyébként, szerintem jobb. Jobb a kivitelezése, mint például Farming Simulator 19-ben a izének, hogy megyek vele időt rendes úton, mert széttől összetöröm az RTA-t, gyerekek. Ja, jobban meg van csinálva, mint a mesterséges intelligencia Farming 19-ben például, ugye be tudod állítani, hogy merre, hogyan akarsz izéni, hogy forduljon jobbra, balra, körbe, karikába, mint a kakaós csiga, vagy éppen, hogy akarod, hogy izéljen, arasson a RTA. Hát ugye ez marhára nincs izébe, mesterséges intelligencia szinten farmingba. Egyébként jó gyorsan telik az a izé. De búzát meg kéne nézni, majd beérünk a faluba, megnézzük, hol veszik jól. Aztán azt is ugye olyan helyre kell vinni, ahol veszik, normálisan. Hát megmondom őszintén, itt a legelején lehet, hogy ezeket a földeket kellene, amik itt közel vannak a faluhoz alatt, mert nem kellene sokat hordani a szemet. Igen, lehet, hogy itt a falu környékét fogjuk learatni. Jobb ötlet, nem? Nem kell messze hordani a szemed, gyerekek. Bár igazából az akkor lenne már csak jó. Sőt, lehet, hogy nem is kellene, mert igazából még el tudom hordani a szemed, de ha majd, hogyha álljatok, majd egy pillanatra félreálló, gyerekek. Mondom mindjárt, hogy mire gondoltam. Búza, Kovács József az a jobb, ott egyenesen. Emlékszek arra, gyerekek, nem néztük meg a telefonfülkét, gyerekek. Elmegyek, megnézem, félreállok, jó helyen van az MTZ, oké? Okay? Na, ott a telefonfülke, gyerekek, milyen matávos beszarsz, nagyon adja. Mit lehet itt tenni? Segély van a hívása. Ne, ez gyerekek, beszarsz. Tudod mi? Mi a... Ilyen help, ilyen tutoriálok. Hát ez ilyen, de nagyon meg van csinálva, nem hiszem el. Hogy ott az dobja ki, ez tök jó. Tök jó, ez benn van a gyári mapokon is? Hát nem hiszem, nagyon adja, tök jó, segélyvonal hibás, tök hatom. Nagyon adja. Jaj, Mari, hello, jaj. És a Farming 15-ben vannak a legjobb csajok, abban biztos vagyok, gyerekek. Hát gyere, Mari, hello, Jaj,
micsoda... Micsoda csecsed van, de... Hát ez meg ki vagy? Nem hiszem el. Ki ez? Ez nem a izé, nem a... Csak nem ilyen haja van a izéből. GK-ból a srác. Olyan franca neve. Buszti. Feszítenek ott meg a szőkehajú gyereke. Ha volt itt még jó csaj. Na, ide kell bemenni, ja. Ott van egy szoknyás. Az a tipikus olyan, az olyan úgy néz ki az a csaj, mint aki a... Tudjátok mit is izéve szalvétával fogja meg fajta. Befordulok, most már ki vagyok ókumulálva, rájöttem, hogy bezett. Fordulni. A gyerekek egy kicsit veri a fejét a izé a... MTZ-vel a csávó. Jó, van ide bele... leütjük. Jó, 65 000, 66 000. Jaj, a gyerekek nagyon jó, felvettük 70 000-re, még 30 000. Elcsisztük az időt. Oda nézzetek azért, ez most ki van találva, gyerekek. Nem tudom hol sebesültem meg izére. Ez százalékra, de nem örülök neki, na. Ott is egy jó csaj. Igen, fel van öltözve, sapka is van rajta. Oh, 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 áj! Ez volt a kedvencem mindig. Ez... Az anyád úristen, itt hát ráverek a valagadra, hát. Ennyi van. Na. Jó, ez is megvolt, vasmacska kocsma még ott van. Tök jó, az a szőt Suzuki meg még nincsen oda rohadva, már ott van 10 éve. Na. Csapjuk neki, gyerekek. 49%-a mondom vagyok, hogy lehet, hogy meg kéne fordulni. Még egy izéve. Még egy. Hú, repcénke fogyott, ugye? Repcénke fogyott? Elfogyott. Még van valami. Hát, 51% búza. Ujjjjjjjjjjjj. Igazából, ja, azt akartam mondani, hogy folyamatosan fanarok és folyamatosan gondolkozok. És még szerencsé, hogy nem vagytok itt, így mondanátok az ötleteket, mert akkor tényleg elveszíteném a fonalat. De majd leírjátok, hogy sokkal jobb lesz. Az a lényeg, hogy most legalább ebben a pillanatban nem. Nem látom, amit írtok, GPS befele ott ezerre. Hogy... Akkor lenne jobb, hogyha közelebbi földeket aratnék, hogyha már több kombájnom van. Mert igazából ezt ki tudom szolgálni még egy traktorral, és most ugye annyi a problém, úgymond, hogy még van a silóba cucc. Úgyhogy ha a silóba nem lesz cuccunk, akkor már nem kell oda bejárkálnom. 61% gyerekek, gyorsan beveretünk, azt megpróbálok elvinni egy valami csodát innen. Úgy né, kapjad neki, ajajaj, így beszedjük jobbra. Ez, nem véletlenül raktam egyébként ezt az MTZ módot be, meg azt az UTB 650-et, mert ez a kettő mód, ez nekem oltárira tetszik egyébként. És most van az a szituáció, hogy nem veszel össze mindenféle szarmódot majd, hanem tényleg ami kell. Például ugye megvettünk mindent a régi sorozatban, mindent, ami nem is kell. Hát ott, úgy. Mink van itt tárpa, kukorlica, napraforgó. Hát igazából nem sok minden van, búza. A búzát azt tudjuk, hogy... Jó, vigyük el a búzát. Tudjuk, hogy hova kell vinni, mondjuk sok opció nincsen. Na, azt akartam mondani, hogy... Régen megvettük mindent. Emlékeztek? Lánctalpas T150, meg minden kutya... Kutya fülét összevettünk, csak azért, hogy kipróbáljuk, meg álljon itt. Mindenhol álltak a gépek. Hát nem mondom azt, hogy nem fogunk sok gépet felvenni, meg nem felvenni, hanem venni. Hanem valószínűleg ugye meg fogunk venni sok gépet, mivel szükségünk lesz rá. De eddig ugye nem azért vettük meg sok gépet, mert köllött, hanem azért, mert nem tudtuk mire elverni a pénzt. Meg nem volt cél. Ugye az ennek a mapnak egyébként a nagy problémája, igen, hogy minden föld a tiéd, és nincs cél. Oké, hogy egyre jobb gépeket vehetsz, az nagyon szép és jó. De főleg úgy, hogy a modolt járműveket akarsz játszani. Modolt járműveknek sajnos a készítők nem nagyon állítják be normálisan az árat, mert például az APAC-ba, ha jól emlékszem, a 250-es ráb az 10 000 vagy 12 000 euróba kerül. Gyakorlatilag elvisző kettő ilyen ótvar kicsi kocsi, de még annyit se, kettővel, mondjuk kettő múzát, és beszélbe vagy rábas tejet. Annak meg hótbier terve van, azt nem tudom, mert igazából nem hiszem, hogy kettő ilyen kotlak izéért, búzáért adnának egy rábos tejet neked. Úgyhogy sajnos nem reálisak az árak. Én most így kipel egy kicsit túl reálisra is állította, nem baj. Köljön dolgozni azért, hogy legyen valami, nem csak összevenni mindent. Kecmec. Búzat ide, ugye? Jó van. Ott mennek a csajok, gyerekek, hát már össze vannak nőve. Jaj. Riszálom így is, úgy is. Jaj. Gyerekek, megmondom őszintén, meg büszke vagyok magamra,
Gyönyörűen, majdnem gyönyörűen. Hát jó van, ez gumit megfogta, jó van, nem izé. Nem sérültünk, de óvatosabban. A téglákat meg ki az, aki ide pakolt, tehát bedobom mindjárt az ablakon. Hazafele bedobunk a kocsmába két sört, haza meg néhány ablakot. Jaj, szuper, micsoda poén volt. Egyébként üzemanyaga szerintem, hogy... Ja, üzemanyaga, tankónyi is kell, ugye. Jó, nem baj. Jó, hát egy kicsit megnehezítettem a saját dolgomat, nagyon örülök neki, végre van valami célja ennek a játéknak, nem csak az, hogy vagyok mint a betőt, meg gyönyörködök a tájba, mert igazából tényleg gyönyörűek ezek a modott járművek, meg én nagyon szeretem az ilyen, főleg az ilyen szoci, szocreál stílusú dolgokat, főleg a járműveket, és nagyon szép, nagyon szívesen elgyönyörködök bennük egy rábas tengerbe, de egy idő után ez már kezd kifulladni. Ha nincs célja egy játéknak, akkor ott meg sajnálatos. Sajnálatos, de az kevés akkor. Kell, hogy cél is legyen. Kell, hogy motiváció legyen. Ja, és te írhattok ám nekem minden trépától elkezdve. Izeig. Kumpig. De figyelj, itt meg van kettő föld is, teljesen különböző dolog van benne. De ezek a szalak, vagy parcellák, vagy minek, vagyik őket, ezek gyönyörűek. Jó van. Ja, egyébként az ifa témára visszatérve, hát lassan meg tudnánk mindjárt venni az ifát, meg van telve az izével, tudom. Meg van telve a... Hát és nézzétek, milyen kicsi részét adtuk le még. Hát ugye körülbelül szerintem annak a földnek talán egy... Hát minimum még kétszer ennyi fönn van rajta, mint amennyi. Ha nem, más... Jó, max, lehet, hogy másfélszer annyi. De még rengeteg van. Szóval ez a combine ezzel a pici földre is baromira kicsi. Legalábbis egymagában, ugye jó lenne belőle venni párat. De ugye darabja 100 000-be kerül. A klassznak meg 200. Ma megnézzük, hogy melyiket érdemes megvenni. Hosszú távon valószínűleg a klasszot érdemesebb lenne. De nem biztos, hogy nem fogok venni még egy Porsche-t az elején, amikor még kevés pénzünk van. Na ugye most összekújkolnék én Zifára pénzt. Ami, nem, megmondom őszintén, nem olyan sokára meg is lesz. Várjál, more. Visszatolhatok. Vissza, összekubikolnám az ifára, én abban gondolom, hogy lehet, hogy még egy kombány, gyerekek. Most aztán nagy dilemma van, gyerekek, nagy dilemma van, lehet össze... Vagy még egy kombány... figyelj, kettő izével lehet jobban járnék. Figyelj, kettő kombány lenne, gyorsabban megtermelni a izét, manit. Kettő kombány lenne, gyorsabban megtermelni a manit, utána az ifára. Lehet, hogy még egy... Ó, de csörög-zörög ez... Menjél már! Remélem büszkék vagytok rám, hogy csőbe kifele indítottam el ketyerét. Egyébként ez pont illeszkedik ez a pontkocsi az a kombányhoz. Majdnem pont 100%-ra löki meg. Csodálatos. A... Igen, azt akartam mondani, hogy... Ja, gyorsabban megtermelné ugye. És az a baj, ugye egy forsít az 100 000-be kerül, egy izé, egy... Egy klassz az meg 200-ban, szívesebben mennék klasszot. Csak hát az meg... vágod. 200 000-et azért, amire összeütsz az... Ki, abból veszel kettő izét. Na itt a dilemma, gyerekek. Hogy... azért vannak izé hepaupak. Itt a dilemma, hogy veszel inkább kettő Porsche-t, 512-t, vagy pedig veszel egy klasszt. Ugyanannyi pénz. Na? Két kombány, vagy inkább egy nagyobb. Ez nem mindegy, gyerekek, ez nem mindegy, úgyhogy itt tényleg lesznek dilemmák. Itt egy kicsit, írjatok tippeket, hogy miből, és mennyire nagyon-nagyon jó így játszani, hogy végre gondolkozni kell. Nem csak ész nélkül csinálni a dolgokat. Hú, nagyon tetszik. Meg nem összetörni a gépeket, rohadt élet, mert azt javítod, akkor utána az megint költség. Meg nem tudom, szerintem százalékos arányba számolja a javítás. Lehet ugye, hogyha most fölraktam 100 000-re izét, a Manita izének, a mondjuk egy ilyen 80-as MTZ-nek, lehet levelem 50%-ra, akkor lehet, hogy mit tudom, sok 10 000-et kell feggetnem. Ugye lehet, valószínűleg abból számolja ki a javítási költséget ugye az összárból, hogy mennyibe kerül a gép. Úgyhogy az nem lesz egyszerű. Jó, ez búzza megint, akkor vehet föl. Igen, viszont egy ifával sokkal gyorsabban tudnám hordani ugye a cuccot. Körülbelül lehet, hogy fel egy idő alatt megfordulnék, meg kétszer ennyit tudnék elhozni. De mit hozok el kétszer ennyit, ha egyszer nem... Nincs annyi, simán ezzel is elhordom egy kombánytól, na? Úgyhogy lehet, hogy még egy klassz... Még egy... Ja nem, még egy izét veszünk, Porsche-t.
kettővel akkor gyorsabban tudjuk kitermelni a dolgokat, gyerekek. Ezt meg annyira eltaláltam ezt a járást, hogy ez hihetetlen. Ide töntögetem ezt a dolgot. 9 felület, gyerekek. Hát még egy... Mindjárt. Hát mennyi volt ez összesen? Nem is figyeltem. Hát mindjárt meg lesz, gyerekek. Egy kis, mondjuk egy kicsit pluszba kéne lendülni. Nem valagára verni az összes pénznek, mert... Ugye hamar mínuszba tudsz kerülni. Na mondja, ja, meg 50 ezer egy pótkocsi, az sem nagyon érdemes lenni. Jó kicsesztem magammal, de nem baj. Tetszik, gyerekek, tetszik. Igen, valószínűleg egyébként nagyon a kombáj fele húz a szívem. Nagyon a kombáj fele húz a szívem, úgyhogy lehet, hogy veszünk még egy kombájt, ezt neki durantjuk. Azt is adnak a földnek. Vagy esetleg két külön földön, de igazából ürítés szempontjából meg jobb lenne, hogyha egy földön dolgoznánk. Jó, tetszik. Egyébként én mindenkinek ajánlom, hogy kicsit saját magának is nehezítse a játékot, hogy ne olyan monoton legyen. Azzal esetleg ugye, hogy a módok árát átírja, hogyha kell, akkor gyors, hogy dobok is egy tutoriált arról is, hogy pikpak át tudod érni a módoknak az árát, úgyhogy nem lesz egy nagy kaland. Ha kell, akkor dobok tutoriált, de gondolom sokan azért tudjátok, hogy hogy működik. Annyit még csináltam egyébként, hogy az a pótkocsi, a nyerges vontató, ugye a kamaz utána mi van, az alapban valami 11 pár ezer literes volt, azt fölírtam 40 ezerre, ugye jó, hogy legyen valamilyen lépcsőzetesség, de ugye ez 5 ezer literes, azt hiszem az 7-8 ezer literes a 80-as, pót, tudjátok, az a vas, mi a neve? HV 80. Az kicsit nagyobb, és akkor ugye a kamaz is érdemes legyen megvenni, de az, hogy mit tudom én, érdemesebb megvenni kettő darab ilyen pótkocsit, mint a kamaszt, hanem az, hogy legyen annak is értéke, azzal ugye, hogy nagyobb a kapacitása. Úgyhogy iszonyatosan drága. Ugye 270 ezerbe kerül a kamaz, meg a pót együtt, akkor már legyen értelme megvenni, mert különben nem veszem meg, különben nem látom értelmét, hogy megvegyem. Kitaláltam egyébként, tudom, miért jöttem már ide, úgyhogy ne aggódjatok, srácok, minden oké. Nem vagyok teljesen megzabulva. Ez meg mit alatt? Jaj, gyerekek, ez bele van feledkezve a dolgokba. Álljál le, Sanyi, aztán ürítsél le, de... Ne idegeskedj, ne kapkodjál, most már nem érdemes, a minőségre menjél rá! Ha már itt csörög-zörög, pazarod az üzemanyagomat. Na, jó, kiürült. Bocs, nem beszélek, csak ez olyan hangos nekem. Remélem, hogy nektek nem ennyire. Jaj, de jó, hogy elhalkult. Csodálatosan szép vagy farsit, de nagyon-nagyon zöröksz. De azt akartam mondani, hogy ilyen... Bemegyünk, azt megtöltjük a maradékkal. Úgyhogy ebben gondolkoztam, és akkor így mind a kettő erről fogy. Mert akkor kombáj se... Hát igazából, hogyha ja, 40% körül volt, akkor pont meg tudtam volna fordulni, hogy 100-ra megy. Nem kell volna kétszer csalik gáznap, de mindegy, jól van, oké. Megoldjuk ezt, srácok. Hát gyerekek, ez az MPZ-nek már izélnie kell, ahogy Buddás mondta. A csövének kellene izzania ennek az MPZ-nek, amennyit én megyek. Gyerekek, ez kapja most. Tehát itt pihenni nincsen idő, gyerekek. Egyébként miért fél valaki üli meg az ülésen, az üléstől a csávó? Valaki megmondhatná, egy kicsit jobbra van. De hol a felszámos láda? Itt kéne lennél felszámos láda, ennek ott szoktam üli régen gyerekkoromban. Hát ez komolyan egyébként, mindjárt mondom, várja. Mi van? Nincsen több búzák? Nehogy már ne legyen, de volt búzák. Most mi van? De válok alatta? Hú de vak vagyok, basszus. Na, régen egyébként ott mindjárt mutatom, hogy hol. Itt volt régen egy szelszámos láda a faternak, a édesapámnak a traktorjába. És azon szoktam mindig üdögelni, mint a jó gyerek. Mindig az volt. Amikor, jó, hát biztos vannak új nézők, úgyhogy hadd meséljem már el. Mindig az volt egyébként, hogy ugye én, amikor bármilyen szünet volt, legyen az téli, legyen az nyári szünet, legyen az bármilyen szünet, tavaszi szünet, őszi szünet akkor még nem volt, amikor én voltam suliba.
Nem tudtak mit csinálni velem. Annyi volt, hogy a faterra mentem traktorozni, beütetett mellém, aztán adjál neki reggel 5-kor, vagy nem tudom hánykor kellett kellem. És ez mármint óvodától kezd, óvodás korom óta. Tehát voltam 5 éves akkor is, ott belüldögeltem az MTZ-be, ott nőttem fel. Aztán ugyanilyen kiskabinos, csak éppen 82-es volt, nem 80-as, pontosan ugyanígy nézett ki. Pont így nézett ki, csak 82-esbe. És akkor ott üldögeltem, és a faterom az izé volt, Silósnak mondták. Az volt a lényeg, hogy Bunker Siló az egy központi településen volt itt. Mondjuk van egy csomó falu, és a Bunker Siló egy helyen volt, és marhák, százas istálónak nevezték az ilyen istálókat, amit ugye van ezzel a mapon is, mert 100 darab marha fért bele, azokat ugye el kellett látni, hát, itt nem tudom, Szilásnak nevezik, mint Silónak nevezték. Egyébként itt Zalába Silónak neveztük, és Silót kell nekik vinni, ugye. Elment a Bunker Silóhoz, ott a nem Weimarral, hanem az 50-es MTZ után volt felragva valamicsoda, egy olyan, mint a Weimarnak van a kanala, csak éppen rá volt az 50-es MTZ hátuljára szerelve, azzal megrakták a fater gépét, pótkocsit. Ha nem volt ott az a gép, a faternek volt 2 rakódója. Úgy volt, hogy volt egy traktor, traktoros nem rakódott. Volt 2 rakódója, fölüldögelték a pótkocsit itt szépen okosba, ott, sarkába, vagy itt elől. Télen is, mínusz 20-ba is, gyerekek. A fater az ilyen nagyon karakám volt egyébként, nem nagyon szerették a rakódói. Mert úgy volt, hogy tényleg be akartak kereszködni a kabinba, ugye, hát a fater az melegben volt, érted, 82-esben fűtés nem szar. Tudom, egyébként meglett a pénzük, még egy fordulóba hozok, meg besélek közben. És mondták, hogy hát hadd üljünk be a kabinba, mert fázunk. Fater nem volt köcsög. Ő annyit mondott. Ide rakjátok a műszerforra, ha beülhettek akármikor, de előtte a műszerforra mindig ide rakjátok annyit, meg volt a tarifája, a büntetése, van tétele annak, hogyha bennitek 3-an volna a kabinba. Ide rakjátok, oda csiptetitek, mondjuk a 1000 forintot, mert akkor még ilyen tételek voltak, beülhettek. Jön a rendőr, megbüntet, odaadjuk neki azt az 1000 forintot, ott van, akkor nem az én pénzem, hogy így csináltak. Általában akkor télen is az egények mínusz 20-ban itt a pontkocsin ott hédereztek föl. Hát képzeljétek most ebben a perspektívából, fater nyomta neki, okátta füstöt, mint a barom, mínusz 20. Jó, kellemes idő volt itt fagyoskodni, esetleg a cigiret szittad, vagy akármicsoda, itták a kis pálinkájukat, ugye régen ez volt, vagy éppen a vodkát, vagy nem vodkát, pálinkát, nem vodka, nincsen vodka, nem volt ott vodka. Jó, várjátok, itt megvárjuk, jó van ezt a kis Rinaldot, oda nézzetek meg. Gyönyörködünk egyébként akkor addig a izébe, a rohadt jó FS15 fizikába, mert nekem bejön ez a különböző pozíciókba megállt pótkocsi. Ja. És igen, és volt 2 rakodója. Ha nem volt, gyerekek. Ne tudjátok képzelni a Bunker Silóból, amit kiszednek. Hogy az mi? Az gyakorlatilag egy ilyen nedves, bűzölgő, rothadó, általában ugye kukoricának a nyesedéke, abban benn van ugye a cső, meg a izé, meg a levél, meg minden. Na az baromi nehéz. Na az velláva a 2 rakódó szépen megdobta. És ez nem az, hogy egyszer, hogy mit tudom én, egyszer megdobta egy évben. Minden rohadt nap többször. Úgyhogy volt ott az ingújban, kellett dolgozniuk rendesen. Úgyhogy sokan azt mondták, hogy a TS-ben nem dolgoztak azért akik valakinek meg kellett rakni azt a potkocsi gyerekek. Magát nem rakta meg, az 10 év volt. Na, akkor az volt utána, ugye hát én meg futkoztam a traktor körül, beszélgettem a rakódókkal, mászkáltam a TS telepen, nézegettem a marhákat. Igazából régen nem az volt, érted, hogy jaj, meg ne csipje a bogár a gyereket. Futkoztam össze-vissza, azt se tudták, hogy hol vagyok a TS-en. Fater elindult, durált egyet, futottam, beugrottam a kabinba. Beugrottam a szelszámos ládára, ülése volt ugye. Ott volt a pokróc, szendvicset közben megettem, amíg átértünk a másik helyre, százas istáló.
billenteni tudott a pótkocsi, lebillentette izébe, ugye a zetetőbe, aztán következő forduló. És ez ugye mondjuk elindult ez a projekt ugye reggel 5-kor, és akkor mondjuk az volt a lényeg, hogy meg le kellett szállítani a pacsán volt egyébként a bunkersiló, akkor a szemiájra, rádóra, vagy akár ezekre a helyekre el kellett szállítani azt a szilázsnak nevezik ebbe a játékba, meg nem tudom, sok hely úgy látszik, annak nevezik, mi silónak neveztük. Ja, azokat mitől két portkocsival, ide például két portkocsival, de százas marháknak, és az minden egyes nap. Ha fújt, akármi volt, bármi volt, özönbíz lehetett, marháknak ennie kellett, különben ehendog lőttek volna, vágod. Úgyhogy akármi volt, és akkor akármi volt a kettő darab izé, mindig jött a kettő darab rakódó, fölültek a pótkocsira, reggel 5-kor indulás, Fater a traktorra jött haza, a pótkocsit azt nem hozta, azt lerakta, viszont a traktorra haza is szokott jönni, aztán úgy szoktott beállni a ház elé, hogy a izébe vette a két kerék közé vette az árkot, emlékszek mindig. Ja. Ez volt. Amikor én kicsi voltam, akkor a Fater már a TS-be, már így mondjuk, hogy az utolsó éveiben volt, az utolsó 15 évében, úgy értem, akkor már ő nem szántott, nem csinált ilyeneket. Szokott, mondjuk magának, meg akármi, szokott néha, de inkább ezt csinálta, ugye. Ez a silóhordás volt az ő feladata. Régen egyébként ő kompájnozott, minden. A legelső traktor, amivel kezdett, az körmös Hoffer volt. Meg ilyen gépekkel verette legelőször. Azt tudom, hogy izébe kezdte. Ő pont úgy volt. Gyerekek, hadd beszéljek erről, ide leállunk egy picit. Ő pont úgy volt úgy született, hogy 1935-ben született, és ugye pont a háború közbe jött, ugye, és véget ért, 45-46, és akkor ő volt egy ilyen fiatal fiú akkor a háború utáni években, amikor amúgy is rohadt kevés volt ugye a férfi. És emiatt, mivel kevés volt a férfi, ezért kellett a férfi munkaerő, kellett, ő már 15 éves korába, elküldték iskolába, traktoros iskolába, és akkor traktort kapott, egy 15 éves fiú. Képzeljétek el, hogy még a mai világban is azért egy traktor rábízni valakire azért ez nem olyan kis dolog. Úgy, hogy most már baromira el van terjedve, mindenhol autók meg traktorok vannak. A régi világban nem volt, nagyon-nagyon kevés volt. Magánkézben nem volt, nagyon kevés, tényleg nagyon-nagyon kevés traktor volt. És akkor, ja, és akkor mit tudom, körmös, Shell, DT-vel voltak, vannak olyan fényképei, hogy DT-vel, tudjátok, a lánctalpassal szánt, ilyen gépekkel, úgyhogy tényleg biztos, hogy egy nagyon mozgalmas, meg nagyon érdekes korszakba született bele. Nem lehetett könnyű. Én meg régen izélni szokott, emlékszek mindig, csépelni. Mármint régen úgy volt, hogy nem úgy csépelték, hogy nem kombájn volt, hanem levágták ugye ezt mindig a búzát, azt bevitték a házhoz, és volt egy cséplőgép, amit a Hoffer traktor lapos szíjjal hajtott, és akkor abba szórták bele, és úgy csépelték. Gyakorlatilag maga a cséplő szerkezet, ami a kombájnban van, az ugye egy külön szerkezet volt, és bele kellett szórni. Ja, ez így volt. Jó, bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek, de mindig is szerettétek az ilyen kis sztorizgatásokat, úgyhogy eszembe jutott, akkor mondom, akkor menjen. Ezt elviszük, azt veszünk valamit, de szerintem kombájn lesz egyébként az a valami. De nem is biztos, hogy elég lesz a pénzre, mert a vágóasztalt is meg kell vennünk. Egyébként ezzel szerintem már lassan végezhet. Hát arra sem tudja, lehet, hogy áthozom azért ide. Lehet, hogy ha ez kijön, most kijön a vágóasztal meg a kombájn, akkor lehet, hogy veszek egy kombájt. Mert mégiscsak az elején kettő fosrittel menjünk. Ja. Hát régen baromira más világ volt, hogyha én is csak leginkább az tesómnak az elbeszéléseiből, meg a Fater elbeszéléseiből tudom ezeket. Ha akarjátok, akkor mesélek ezekről a dolgokról, hogy zajlottak, hogy igazából az, hogy egy aratás egy ilyen falu környékén, az nem úgy volt most, mint egy gazda elkezd aratni. Ott egy ilyen, ott mindenkinek megvolt a feladata, ott ugye nem volt magántulajdon. A régi TS korszakban nem volt magántulajdon, ugye.
minden az állami volt, és csak akkor ott úgy volt, hogy arattak, voltak az aratók, mondjuk kombájnnal, ne olyan képzeljen, mint most, azoknak ugye még a gyerekek is, mint tudom én, hordták a kaját, a vizet, az asszonyok csinálták a dolgokat. Úgyhogy egy ilyen, az aratási időszak az például az egy ilyen, nem azt mondom, hogy népünnepély, hanem, mert ugye ez munka volt, de egy ilyen nagyon közös összefogással kellett ezt véghez vinni. Főleg ugye, akkor abszolút nem volt nagyon-nagyon ritka, nagyon kevés volt az autó. Tényleg inkább a traktor is nagyon izé volt, nagyon kevés. Képzelhetitek, hogy mennyire jó lehet azt mondani, hogy a régi traktorok megbízhatók, de azért egy körmös Hoffer azért érteni is kellett egy-két dologhoz. Meg nem úgy volt, hogy hívod a szervizt, ott gyerekek. Nagyon más világ volt. Hát emlékszem, még valamit elmondanék. Emlékszem, amikor a... Mindig mondogatta a fater, hogy a nagyon-nagyon paráztak, amikor bejöttek a Rábas Tigerek, amikor elkezdték gyártani. Mert a Rábas Tiger az a 250-es Rába, az konkrétan a izének egy, mondjuk egy 3 MTZ-nek a feladatát el tudta látni. És akkor féltek, hogy a munkaerő, hogy majd nem lesz munkájuk. Hát mondjuk a régi korszakban ugye nem volt olyan, hogy nem volt munkád, de akkor is ugye látták, hogy úristen, mekkora gép. Hát akkor mondjuk az MTZ volt a legnagyobb, és akkor elkezdték gyártani a Rábákat. És akkor meglátták, hogy úristen, mi ez. Most képzeljétek, ma is látsz egy nagy traktort. Vagy látsz egy Rábasteget. Lenyűgöző, monumentális. Képzeljétek el abban a világban, amikor nem volt nagyobb traktor, mint ez volt. Ez volt a csúcs. Ez olyan volt, mint hogyha most azt mondod, egy John Deere, egy nagy John Deere, és akkor megjelent volna egy 3-szor akkora házméretű valami, ami sipolt benne a turbó, mint az állat. Borzalmas, nagyon durva lehet a gyerekek. De el sem tudjuk képzelni. Na, azt mondja, mindenki, jaj, ne, hogy már nem modoltak közön válogatók. Na, arató szerkezetek. Azt mondja, hogy jaj, ez hány méteres? 6 méteres? Meg 4,2, ez van nekünk, gyerekek. Hát akkor ez van, gyerekek, akkor veszünk egy ilyet. Megveszünk egy kombájt, mert azért az nem árt, hogyha van. És talán gyorsabban tudjuk termelni a pénz vele. Hát eddig tartott a 100 000. Viszont, ha belegondoltok, azért 100 000-et elég hamar összeütöttünk. Levisszük a másik Porsche-t is, gyerekek. Aztán nekiállítjuk dolgozni, de szerintem, lehet, hogy a következő részben már. Te jó, lánc lóg a hátulján és mozog, gyerekek, nagyon adja. Ja. Kiszállok, és akkor szerintem elbúcsúzom tőletek. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát én úgy érzem, hogy nem megvalósíthatatlan az, amit én itt tervezek, ugye az 1 milliárd euró, meg még ráadásul, hogy ilyen full túlerezett gépek vannak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Mindenféle ötletet, trükköt, tippet, mindent nagyon szívesen fogadok. Jók legyetek, csácsubi csőtészta.